Attól kezdve, hogy megszülettem, kezdek elmúlni. És abban a pillanatban, amikor elmúlok, azt az élményt hozza elő segítségül a tudatom, a legnagyobb segítség, amit adhat. Megmutatja a születésemet. A vallások is tudják, hogy a születés és a halál egybeesik. És ettől a civil közönség mindig föl is van bojdulva, és föl van háborodva. Hogy lehet ilyen életellenes a művészet, vagy a vallás. Egész életemben arra vágytam, hogy végre halnék meg, ezt miként tudnám siettetni, és akkor beteljesedik, és ez a két barom, két orvos visszahoznak, ahelyett, hogy hagynának békén. Kórházi orvosoknak semmiféle fogalmuk nincs arról, hogy mi az, hogy meghalni. Teljes téveszmében járnak. Ők ezt technikai problémának fogják föl. Ezen a gömörsidi szánkon vittük a hullákat. Eltemették őket, asszisztáltunk hozzá. Ártam és néztem, és kurva hideg volt. Ez egy hihetetlenül komplex, hihetetlenül nagy munka volt, amit az Allen elvégezett, és találta ki a hospice-ot, ami felnőttek, súlyos betegek esetében egy áldás. Minden egyes szereplőnek, orvosnak, ápolónak a saját halál félelmével kellett megküzdenie. Szakmányba naponta lát súlyos sérülteket, attól súlyosan sérül, és ezt a súlyos sérülését valahova raknia kell. Azért nem szokik hozzá, mert empatikus lény, és ha az empátiáját megszünteti, akkor az egész lényét szünteti meg. Tehát akkor a humanitását szünteti meg, amivel egy orvosnak vagy egy ápolónak dolgoznia kell. Testamentumom szerint a szétszóratás mellett döntöttem, és az ismeretlen helyen való szétszóratás, tehát jeltelenség. Nyelvekben van arra szó, ha meghalnak a szüleid. Árva vagy. De ha elveszted a gyereked, hát nincs rá szó. Átvitt értelemben is nehéz szavakat találni a veszteségre. A gyásznál megnémulunk. Nem csak az egyén, de a társadalom is néma, ha mindezzel szembe kerül, holott mindenki érintett. Érint most, vagy érinteni fog. Simonyi Balázs vagyok, és a némaság helyett a magyar hangja leszek a témának, itt a 24.hu-n másfél tucat adáson át. A Nincs rá szó podcast az elkerülhetetlen, mégis szép és méltó elmúlásról mutat be megható történeteket. A legsötétebb órákról, amik egyben a legtisztábbak is. A műsor nem titkolt célja a gyermek és felnőtt hospice tevékenység láthatóvá tétele. Nem pátososan, nem szemlesütve. Híres, közismert emberek beszélnek kifejezetten a halálhoz fűződő viszonyukról, és itt lesznek civilek, családok, haldoklók, életvéggel foglalkozó szakemberek, orvosok, pszichológusok, ápolók, akik megosztják személyes tapasztalataikat és érzéseiket. Köszönet illeti őket, hogy mindezt vállalták. Kezdjünk is akkor bele, mert ahogy a hospice jelmondata tartja, minden perc értékes. ...1942-ben született Budapesten, Gombosszegen él. Ez a mondat szerepel következetesen 4 évtizede a Nádas Péter könyvek borítóján. Gombosszegen beszélgettünk, majd egy héttel később folytattuk, mert maradt még, és mennyi minden maradt még beszélni való a halálról. Pláne egy olyan emberrel, aki már meghalt egyszer, és aki áll rendelkezésre a halálnak, aki mindig menetkész. Hát így lett ez egy kétrészes interjú, aminek a második fele 2 hét múlva kerül ki, egyben az lesz ennek az évadnak az utolsó adása. Nádas szerint nem kell tabusítani, és ha ezekről nem tudunk beszélni, akkor végeredményben nem tudunk a legalapvetőbb dolgokról sem, például magunkról. Az élő legfeljebb közelítheti, körülírhatja a halált. Sok ember sokfélét tud, de erről még sincs senkinek tudása. A vallás erre a botrányos hiányra épít. Miért ne arra lennék kíváncsi, amiről a legkevesebbet tudhatom? Miért ne a legmélyebb szakadékba néznék bele? Nagyszerű képtelensége az emberi életnek. Szerinte a halál nem negatív, nem pozitív, hanem egyszerűen jelen való.
Az embernek a barátai is meghalnak, a szülei is meghalnak, ő maga is meghal, az élet a maga módján megy tovább. Ez nem gyalázat, ez nem tragédia, hanem adottság. Egyébként ennek az adásnak különös aktualitást ad több dolog is. Nemrég jelent meg Károlyi Csaba polifonikus szerkezetű, lebilincselő interjú kötete Nádassal a 80. születésnapjára, az Egy teljes év. Aztán a Petőfi Irodalmi Múzeumban két új időszaki kiállítás is látható októberig. Az egyik a Létezés botránya, ami az élet tragikus alapfeladványára keres válaszokat Hajnóci Péter és Nádas Péter művein, pályafutásukon keresztül, rengeteg tárgyi emlékkel és fényképpel. A szomszéd teremben éppen Nádas egykori kisoroszi telek szomszédjának, a 100 éve született Polc Alennek az életútját, szerte ágazó szakmai tevékenységét böngészhetjük végig, hasonlóan dús, izgalmas tárgyi és vizuális felhozatallal. A kiállítás centrumában pedig a világjátékmódszer bemutatása áll, amelynek magyarországi bevezetése és továbbfejlesztése volt Polc Alen egyik legfontosabb eredménye, a hospice hazai megalapítása, a gyermekonkológián végzett pszichológiai munkája és írói tevékenysége mellett. Hát ebből egy is elég lenne egy életre. Aki pedig a múzeumban járkálás után leülne kicsit, azt a frissen bemutatott Saját erdő című film vezeti vissza a Nádas univerzumba. Egy szemlélődő természetfilmbe oltott művészportré, ami számos témát érint egy nagyívű, személyes monológgal. Mindezeket szívből ajánlom, akár a most következő beszélgetésnek az árnyalásához is. Mert hogy Nádas most is, ebben a podcastban is számos témát érint, amivel éppenséggel a halált járja, táncolja körbe, kellő iróniával varástalanítja és súlyos mondatokkal teszi tapinthatóvá. Egyszer s mind első kézből idézi meg Polc Alen alakját, újításait, rájövéseit, páratlan spirituális tudását és megérző képességét, amivel szakmája szent szerzetese lehetett volna, vagy Nádassal szólva, az élet szentség közelében járt, válaszúton, de ő mégis inkább végül a férje Mésző Miklós mellett döntött. Nádas Péter beszél első találkozásaival a halállal, ami számára életjelenség. Beszél a halál és születés szimbiózisáról, a létezéstől való félelemről és az 1993-as infarktusát követő pozitív halálélményéről, ami során nem különleges, kivételes, hanem tipikus meghalást végzett el. Arról, hogy a növekedés, fejlődés szükségszerűsége szemben áll az elmúlással való foglalkozással, a pusztulás szükségszerűségével. Arról, hogy milyen megtanulni újra élni és megtanulni a halált. Az orvosok és a halál kapcsolatáról, orvosi tudásokról, nem tudásokról, eltartásról. A halálba menők felelősségéről és az öngyilkossági késztetésről és magáról a tetről, mint az élet kezelésének egyik módjáról. És arról a párhuzamos kapcsolásról, amit az élet-halál tengelyén a munka, az írás jelent. Ahogy ő mondja, se magamat megölni, se meghalni nem tudtam. Dolgoznom kellett. Szó lesz arról az uralkodó felfogással szembe menő nézetéről is, miszerint miért jó az egyedüllét a halál óráján. A szenvedés értékéről, az angyali tekintetről a halál küszöbén, istenképről és univerzumról, a halál tárgyiasításáról és abstrakciójáról, temetési rítusról, a halál körüli teendők praktikumáról. Arról, hogy hogyan élte meg Polc Alen a saját haldoklását, ő, aki egész életében a halállal foglalkozott. Egy szóval, saját halálról és saját halottságról beszélünk. Arról, amiről azt mondja Nádas, hogy valami nagyon érdekes kezdődik, valami fantasztikus történik, és tulajdonképpen erről kéne beszélni. Hát, akkor beszéljünk. A Nincs rá szó 16. adásában Nádas Péter, első rész. Az adásban közreműködik Balsai Móni színésznő.
Azt mondod valahol, hogy olyan kultúrában állok, és olyan kultúrával állok szemben, amely a halált mégis szörnyűségesnek tartja, összekapcsolja a bűnökkel, a bűnhődéssel. A kultúra a halált a legszörnyűbb dolgok között tartja számon. Ez a 19. századi kereszténység, 18-19. Századi kereszténység, valószínűleg a pestis járványokkal kezdődött, és aztán egy idő után tetőzött. Ez nálunk nagyon, nagyon tetőzik. Tehát a halál, mint legfőbb rém, halál, mint mumus, halál, mint büntetés, tehát a halál egy természetes jelenség. Van születés, akkor van halál is, sőt, halál és a születés élménye az érdekes módon egybe is esik. Tehát a halálunkkor a születésünk processusát, mint egy visszajátsza a tudat nekünk. Tehát valamilyen módon az, amivel a művészet, ahogy a művészetek, vagy a vallások foglalkoznak a halállal, az mint egy a valóságban is végbe megy. Mindenkiben, vagy majd mindenkiben, ezt tudjuk, a reszuszitáltak, azaz a halálból visszahozottak jelentéseiből, amit orvosok, ápolók, pszichológusok vesznek föl. Ez is befolyásolja, de lényeges pontjain nem tudja befolyásolni. Ez mindenkiben azonos lefutású maga az élmény, csak az esetek többségében pozitív élmény, és az esetek, hiszen a születést kapjuk meg vele, és a születés mindenképpen pozitív élmény, tehát valószínűleg a fiziológia így védekezik az elmúlással szemben, az elmúlás legnagyobb aktusával szemben. Az elmúlásnak vannak kis aktusai, ősszel hullik a falevél, és sodorja a szél, ez egy kis aktus, kis költői aktus, vagy kis esztétikai aktus, de hát minden virágok halála a vázában, stb. Stb. Vannak kis halálok, sőt, franciák kis halálnak nevezik a szerelmi kielégülést, amiután a paciensek, amiután a résztvevők kétfelé dőlnek, és ürességet éreznek, mintha valami beteljesedik, és utána az, ami odáig vezetett, az odáig vezető út, az nincs tovább. Nincs tovább. Ugyanígy a nagy halál, az igazi halál, és egy nincs tovább, de abban a pillanatban a születést játssza vissza az emlékezet. Igen, ezt mondod egyszer, vagy írod, hogy a halál nem negatív, nem pozitív, hanem egyszerűen jelen való. Ugyanakkor meg, amikor nyáron beszélgettünk, és szóba kerül a vadkörtefa, akkor mindig olyan sajnálkozom, mondod, hogy hát szegény pusztul. Miért sajnálod ezt a fát? Hát világos, hogy sajnálom, a sajnálat, vagy a sajnálkozás, vagy a szomorúság és a halál elfogadása, az két teljesen különböző dolog. Hát az ember sajnálja, hogy egy szép nap elmúlt, az ember sajnálja, hogy megint tél lesz, lehullanak a lombok. Az ember örül, hogy itt a tavasz, és megint belombosodnak a fák. Ez öröm, és az meg sajnálat. Ezek is összetartoznak, ahogy az élet meg a halál összetartozik. Pólusok, nem tudod őket egymástól elválasztani, vagy leválasztani őket egymástól. Amikor mondtad ezt, hogy a halál felé tartva, vagy a halál élmény közben újra átéli az ember a születését, a keletkezését, azt örömmel éli át? Nem föltétlenül, ugyanúgy dramatikusan éli át, mint minden mást. Nem. De a születéshez, a növekedéshez, a tavaszhoz mindenképpen az örömöt társítjuk. Ez a társadalmi megegyezés rá. De hát nem föltétlenül az, mert nagyon drámai tud lenni, nagyon. Ha jön egy fagy, akkor a virágok sajnos elfagynak. És akkor a pótrügyek. Az őszempontjukból sajnos? Nem, mert akkor te átéled, miután egy érző és empatikus lény vagy, átéled a növény életét. A növény is él, ezt tudod, hogy te is élő lény vagy, ő is élő lény, és akkor átéled
azt, hogy ő neki abba a fagyba, amitől téged megóvott a házad, a tetőd, őt nem óvta meg, és ő megfagyott. És abba bizakodsz, hogy a pótrügyei jól el vannak, és legalább ki fog rügyezni. Mitől még a diófánk, amit hogyha kinézünk, akkor most látunk, az egyik diófán, az egymás követő tavaszokon újra és újra elfagyott. Most a pótrügyekből kinövekvő levelek, azok már nem olyan nagyok. És akkor a következő évre egyre több ág hal el. Az egész korona megváltozik. Ami egy nagyon fontos dolog, mert a korona az mindig egy egész. A koronával védi a növény a saját altalaját. És akkor, és hát ezt az ember, aki ismeri a természetet, ezt tudja, ezt átéli. Egy hasonlat a saját életének a különböző nehézségeivel, elhalásaival, az ismerősei halálával, a szerettei halálával kapcsolatban. Ez téged meghat? Nem hat meg, de tudok róla, mert én is empatikus lény vagyok. Mondjuk az empátiámat igyekszem korlátozni, igyekszem kormányozni, de hát ez soha nem teljes, az ember ezt nem tudja. Ki már előbb sír, és csak utána tudja megfogni a sírását. Hát ez, ezek a dolgok, ezek mind olyan dolgok, amivel az ellen foglalkozom. Na ez az, mert az utolsó könyv, amit ő kiadott, az egy beszélgető könyv volt, és annak egy Marcus Aurelius mottót választott, és ebbe azt mondja, hogy aki valamikor részei találkozásait intézte, a fölbomlás okozója. Te magad mindkettőben ártatlan vagy, távozhat békével, mert az is békés szándékú, aki téged elbocsát. Tehát gyakorlatilag azt küld el, aki ide bevezetett az életbe. Miért nem teszi magáévá a széles társadalom ezt a fajta gondolkodást? Miért van az, hogy mi mindig erről nem beszélünk, tabusítjuk? Te vagy a tabuknak, arról való beszélgetésnek a nagy szószója, a kakálás, a pisálás, a halláról, a szexről beszélni kell. Miért nem beszélnek erről? Miért? Ez egy intim dolog, amit nem illik? Ez a legintimebb dolgok közé tartozik. Az Alennak az egyik kutatási területe volt, különböző népcsoportok, különböző őskultúrák, különböző embercsoportok, különböző társadalmak, vagy a magyar társadalom különböző rétegeinek a viszonyulása a halálhoz. Ezek nagyon érdekes kutatások voltak, nagyon érdekes könyveket, vagy könyveinek egy részében erről írt, a halálhoz való viszonyunkról. Ez nagyon különböző, de hát a félelem, a szorongás az, ami megszabja az egyes emberek viszonyát, és a társadalmak vagy csoportok, társadalmi csoportok viszonyát. A félelem az pedig egy nagyon nagy úr. A félelem éppen hogy az értelemnek olykor az útját állja, az útjában van. Tehát ezzel most azt akarod mondani, hogy annyit kéne csak csinálni, hogy ezt a félelmet nem komolyan venni? Nem, a félelmet mindig komolyan kell venni, a félelmet nem lehet megkerülni, a félelemmel meg lehet tanulni bizonyos értelemben bánni, meg lehet ismerni a félelemnek az okait, de azt a nagy ősi szorongást, az ősi szorongás az Pessoától van, az a nagy ősi szorongást az mindenkiben megvan, mindenkiben adott, ez a léttől való szorongás, iszony, félelem magától a létezéstől. A létezés, azt tudjuk, hogy egy nagyon hatalmas dolog. Ez nem csak a saját létemet foglalja magába, hanem mindazon lényeknek és létezőknek, amelyek körülöttem vannak, még a kristályoknak is van léte, hiszen pusztulnak, kopnak, törnek, mindenféle történik velük, attól függően, hogy a tektonikus erők, a földtani erők mit csinálnak éppen velük, felolvasztják őket. Tehát fantasztikus dolgok történnek még a kristályokkal is, a vízzel fantasztikus dolgok történnek, amely olyan dolgokkal, ami nem élő lények. És benne az élő lényekkel, ezeknek az elemeknek az élő lényei, azok
ki vannak téve ezeknek a mozgásoknak. Hát hogy ne lenne bennük szorongás, hogy ne lenne bennük félelem az elmúlással szemben. Tehát az elmúlás ezzel együtt egy olyan tény, amit nem lehet megkerülni, ha csak én nem fogom megkerülni. Mert annyira okos vagyok, hogy mindent tudok róla, és akkor majd megkerülöm. Ebben bízik az emberiség egy része, és különböző eszközökkel, például a vagyonhalmozással, az élvezetek halmozásával, tehát mindazzal, ami az elmúlásnak valamilyen módon ellentmond, ezzel igyekeznek a torkára hágni, vagy legalábbis átmenetileg a félelmüket csökkenteni, kitrükközni. De hát a félelem ennél sokkal nagyobb úr, és már mondjuk egy szeretkezés után is az üresség formájában jelentkezik. Amikor a lét azt mondja, hogy most szünetelek. De valójában nem szünetel, hiszen a szív az üt, a vérnyomás az rendjén való, a pulzus az magasabb, mint a szokásos, és így tovább, és így tovább. Te szoktál meghatódni attól, hogy fogják fogadni a te halálodat? A saját halálomtól? Nem. Uh-huh. Nem. Szoktatok Magdával mondjuk beszélgetni a halálról? Nem sokat. És az nem. Technikai, vagy pedig praktikus? Inkább praktikus. Tehát a ceremónia, vagy nem ceremónia? Vagy... Hát inkább a nem ceremónia. A nem beszéd, nem ünnepi beszédek, amelyek rezektető, emberek, akik rezektetik a hangjukat a meghatódástól, amit nem éreznek, vagy akár éreznek, nem. Ezt. De azért te is hozzájárultál a sírbeszéd műfajához, több írásod. Kénytelen voltam. Ez az írói műfajok egyike, a sírbeszéd, és ez kénytelen voltam, de igyekeztem mindig rövidre fogni. Van ez a kifejezés a végrendeletekben sokszor szerepel, hogy halálom esetén, valahogy ezt használják, mint hogyha lenne más megoldás, vagy alternatíva. Szóval, hogyha mondjuk ezt rád vonatkoztatjuk, azért te erről sokszor írtál, beszéltél, nekem is mondtad, hogy te felkészült vagy, hogy te mindent elrendeztél. De még jegyezzük meg gyorsan, hogy ez nem jelent semmit. Én ezt állítom magamról, de hogy mi történik, az megint egy másik dolog. Az Allennél felkészültebb halálra felkészültebb ember alig volt, nagyon nehezen halt meg. Hát ő erre ezt el is mondja. Tehát ő konkrétan azt mondja, hogy végső ajándékként ölembe hult a rákos megbetegedés. Egész életemben azt tanítottam, hogy aki meg akar halni, az meghal, erre itt vagyok, és nem tudok. Mérhetetlenül nehéz az élet, miért nem halok már meg? Igen. Igen. Ugyanakkor meg az is kitűnik ezekből az életvégi beszélgetéseiből áll ennek, hogy mintha ez csúnya szó, de élvezte volna azt, hogy megtapasztalhatja azt, amiről eddig írt. Igen, és valószínűleg ezzel hosszabbította meg a saját életét. Nekem a Hildegard Grosse, a német fordítom, aki 90-valahány éves korában halt meg, és nagyon sokféle és nagyon súlyos betegségei voltak, amiket mindig kihevert, áthidalt, és egy nagyon osztrák katonatiszt volt az édesapja, és egy ilyen nagyon nem slampos osztrák, hanem ilyen nagyon poroszos osztrák neveltetést kapott, és ilyen is volt, és kérdeztem, egyszer Stuttgartban már 90-en túl volt, meglátogattam, hogy van Hildegard. Nem válaszolt. Megkérdeztem még egyszer, három mondattal odébb, hogy van Hildegard. Őszinte választ kérek. Nem válaszolt. Elkerülte a választ, valami mást mondott, és akkor másról kezdtünk beszélni. Harmadszor is megkérdeztem, és akkor azt mondta, hogy minél fegyelmezettebb vagyok, annál rosszabbul.
valamire kíváncsi vagyok, az növeli az életkedvemet, mert arra választ akarok kapni. Ez történhetett az Alennal is, hogy kíváncsi volt, tudni akarta. Ő még ebből a felvilágosodottsági nemzedékből származott, amelynek a tudás egy nagyon fontos eleme volt az életének, az exakt tudás, tehát nem a vélemény, hanem a tudás. És az exakt tudás iránti vágyában érdeklődött a halál iránt, amiről nagyon keveset tudunk, vagy nagyon töredékesen tudunk, és ez a kíváncsisága valószínűleg mindig tovább és tovább vezette, és életben tartotta. De az, hogy ő a halállal kezdett foglalkozni, az annak volt idézősen köszönhető, hogy ő elkezdett foglalkozni a gyerekpszichológiával, onnan ment a gyerek onkológia pszichológia felé? Nem, annak egészen más oka volt. Az volt az oka, hogy az orosz erőszaktevés, tehát az, hogy megerőszakolták, és brutálisan, csoportosan erőszakolták meg, és többször a gerince nem tört el, de súlyosan megsérült, és aztán tüdőbeteg volt. Tehát a betegségeknek a sorozatát kapta az erőszaktevők jóvoltából, és ez megismertette, ha nem is a halál közeli élménnyel, mert abban nem volt része, de nagyon közel vitte a halál közeliséghez. Halál közelinek nevezzük, amikor a szív beszünteti működését, és a lélegzés leáll. De helyreállítható még, mert a színusztest abba adja az ütést, a szívet nem látja el többi elektromos impulzusokkal, tehát a szívverés leáll, de mesterséges lélegeztetéssel, vagy más módszerekkel, vagy spontán, van spontán újraéledés is. Az irodalomból ismerjük, a halottat kiterítik, gyászolják, majd föl kell, vagy ha föl nem is kell, de fölébred. De nagyon közel került ehhez az állapothoz, amikor a szív feladja, és a lélegzet feladja, és nem ver tovább. Többször közel került. Erről sokat beszélgettünk, erről az állapotról, ami nem ájulás, hanem valami más. Nem fehér ájulás, nem sötét ájulás, hanem valami más. Amit én átéltem halál közeliként, ő azt nem érte át. De hogy ez összefüggésben volt a megerőszakolással, tulajdonképpen ez a kiinduló pontja inkább annak, hogy ő elkezdett a halál élményével foglalkozni. Inkább ez a tragikus, rettenetes, háborús élmény az alapja. Az aztán a furcsa véletlenek és sorsszerűségek kategóriájába tartozik, hogy a Kerper Frónius Ödön, a professzora, a második számú gyermekklinika professzora, éppen egy pszichológust akart, éppen egy olyan pszichológust akart, aki Magyarországon megcsinálta először a világjáték tesztet, ami egy nagyon fontos momentum a dolognak, ezért közel került nem csak a gyerekek pszichológiai karakteréhez, hanem ahhoz a tényhez is, hogy a saját a második számú gyermekklinika az leukémiás osztály volt, leukémiás gyermekosztály és rák onkológiai osztály, vagy onkológiai szakra szakosodott klinika. A világjátékon keresztül világossá vált számára, hogy ezek a gyerekek, akikkel halálról senki nem beszélget, mert nem akar beszélgetni, mert félnek attól, hogy ezzel a gyógyulásukat akadályozzák, nem akarnak velük olyan pszichikus viszonyt kezdeményezni, hogy olyasmivel kelljen foglalkozniuk, amiről esetleg nem tudnak.
Az Alena, hogy világjáték teszt segítségével rájött, hogy ezek a gyerekek bizony a halálról nem csak tudomásuk van, hanem készülnek rá. Holott nem tudják, hogy mi az, és mégis tudják. A gyerekek legkisebb koruktól kezdve furcsa módon rendelkeznek ilyen tudással. Azt mondja Alan, hogy ha nem is értették, nem tudták, de az ő szeméből kiolvasták. Ez, igen. Ez egy baromi megrázó igen. Mondat. Igen, igen. És hát nem csak az ő szeméből, hanem a szülők szeméből, a hozzátartozók szeméből, és még az orvosok szeméből, és elejtett latin nyelvű megjegyzéseiből. Tehát az, hogy latinul beszélgetnek, és akkor abban az esetben a beteg sajnos ért latinul. Ez a Nicht von Kindern, ugye? De holott nem tud latinul, igen. Azt a szülőknek, azt a Nicht von dem Kind, vagy nem a gyerek előtt, nem, azt abszolút érti. Tehát akkor abszolút tudja, hogy most egy kényes területre érkeztünk, a kényes az lehet üzleti, és lehet erotikus. Ezt is tudja a gyerek, és ezt is el tudja dönteni, hogy melyik a kettő közül, vagy olyan üzleti, ami egyben erotikus. Ezt is el tudja a gyerek dönteni, holott semmiféle fogalma nincs, se az erotikusról, se az üzletiről. Ugyanis a tudásnak van egy fogalmiság előtti formája, és mi csak a fogalmiság utáni formájával foglalkozunk. Fogalmiság előtti formája, az például a születésem élménye. Még nincsenek fogalmaim arra, ami történik velem, és mégis tudom, hiszen az emlékezetem rögzíti azokat a képeket, amelyek a születés folyamatát kísérik. Ha ezek nem is képek, hanem csak érzetek, az érzeteket rögzíti. A képekre lefordítom az érzeteket, hiszen megtanulom ezt a fordítási műveletet egy életen át. A saját halálod közben átélted ezt, hogy újra megszületsz, és leírod, hogy amit láttál, az a szülőcsatorna volt, édesanyád szülőcsatornája. Azok a képek korábban már jelentkeztek, vagy akkor láttad őket először, vagy azt, akkor idézted be őket először? Nem, világos volt számomra, hogy én nem idézek be az égvilágon semmit a halál pillanatában. A halál idéz be engem. Jó, én, ez most egy tehát jó, az jó én, fordulat, mint de, olyan, nem. De nem, te az végigmész mindenféle asszociáció láncon. Tehát, igen. Tehát akkor te én vissza nem tudsz tudom. Emlékezni? Én vissza tudok emlékezni, de nem tudom, hogy mire emlékszem, hiszen a fogalmiság előtti világra emlékszem. Tehát arra emlékszem, hogy az, ahová én most bekerültem, annak bordázott fala van. És megyek egy kiárat felé, ami viszont egyre tágul, hát ahogy tágítják, ahogy adott esetben tágították, tehát balra tágabb, mint jobbra, és az a fény felé vezet. És miután fotográfus vagyok, utólag meg tudtam fejteni, hogy ez nem természetes fény, hanem mesterséges szórt fény, világos, olyan, amilyen a szülőszobák fénye. A szülőszobák fénye az mesterséges fény, erős fény, még akkor is mesterséges, hogyha általában tejüveg ablak van a szülőszobán, hogy ne lehessen belátni, és az is szórt fény legyen, a szórt fényben pontosabban látjuk a részleteket, és az a szülésznek vagy az orvosnak fontos. Ezt a fényt látom, és e felé a fény felé megyek. Ha vallásos vagyok, akkor azt mondom, hogy ott engem Szűz Mária várt, Krisztus várt, tehát ezt egy érzethez kapcsolom. Ha az orvos nem tudja, hogy mit beszélek, akkor ezt, és ő lejegyzi ezt később, hogy én mit beszélek, akkor ezt a saját kommentárjaival látja el. De az, hogy egy folyosóba, egy alagútba, egy barlangba megyek, és miként megyek? Én például kétszer elfordultam. Hát világos, hogy elfordultam, mert ez egy csavarmenet. Tehát nem kijön az ember, hanem egy csavarmenetbe jön ki. Már aki. Van, akit kihúznak, kinyomnak.
Kitolatnak. Kitolatnak. Itt én csava, és a csavarmenet kétszer elakadt. Hát erről világos, hogy vannak emlékeim, érzéki emlékem, képi emlékem. Hogy az érzéki emléket hogyan alakítottam képi emléké, erről nagyon keveset tudok mondani, erről csak hasonlatokat tudok mondani. Valószínűleg nincs képi emlék. Ha világos, az lehet képi emlék, mert annyira lát egy újszülött. Talán a bordázatot is. De lehet, hogy a bordázat az inkább érzet. Hiszen először érzi, és az érzékszervei, ha csak nincs valami baj, akkor tökéletesen működnek. Hát tökéletesebben nem lehet működni, hogy egy csecsemő működik, vagy egy magzat működik. Ez ugyanis egy önmagába vett lét. Tehát nincs kiegészítés, nincs tanítás. Hát ha egy ilyen helyzetbe hozzák, hogy kifordul a méhből a szülőcsatornába, ami egy megrendítő élmény. És ebből a megrendítő élményből elindul valami felé, ami fényes. És hát a fényt azt az egész életünk fényben telik el, és sötétségben. Úgyhogy ez egy nagyon pregnáns élmény marad. Ez akkor világos, hogy élményként megmarad benne, nem tud, fogalom nincs hozzá. Nem nevezi fénynek. Semminek nem nevezi. Most becsukod a szemed, ezt még... látod bármikor? Hát persze, hogy látom. Le tudom hajzolni. Amitán újra élesztettek, hónapokig vigyáznom kellett, hogy ne csak ezt lássam, hanem azt is lássam, hogy te itt ülsz, aztán mond neked szád, szemed, és nem tudom én micsodád. Hát ez sokkal erősebb. Hát ez a legerősebb élmény, amit valaha az ember megkap a megszületése. Hát ordít is, ha minden szerencsésen van. Ha nem ordít, akkor megpaskolják, megpofozzák, lógatják egy kicsit. Allen azt mondja az ő halálélményéről, amiben nem úgy volt része, mint neked, 19 évesen, hogy mintha addig az életet egy messzelátón nézte volna, egy távcsövön át, ami mindent fölnagyít, és abban a pillanatban, hogy a halál elérhető közelségbe kerül, ez a messzelátó megfordul, és minden eltávolodik tőle. Igen, igen. Az, hogy ő utána a gyerekonkológián napi szinten találkozott a halállal, és talán azt mondhatom, hogy ez még megrázóbb, mint hogyha egy felnőtt osztályon dolgozna. Ezt mindenképpen. Ezt hogy bírta? Erről mesélt neked? Reflektált erre? Én voltam az egyetlen, aki kibírta a reflexióit. Hát természetesen a munkatársak kivételével. A Miklós egy ideig tűrte, hogy az Allen hazamegy, és erről beszél, és a maga módján aztán elvágta, nem bírta. Ugyanígy a kézirata az Allen erről írt írásait. Ezt egy idő után én stilizáltam, vagy szerkesztettem. Ezek szakfolyóiratokban jelentek meg, de a későbbi könyveiben én nem működtem közel. Ezek a korai tanulmányok voltak, amikor tulajdonképpen egyszerre írt és tanult. Tehát ezek a tanulmányai voltak, amikor rájött arra, hogy ez nem úgy van a gyerekekkel, ahogy az orvosok vagy az ápolók képzelik, és ezért elkezdte az orvosokat és az ápolókat. Tehát a tevékenysége akkor három fontos érdeklődési köre volt. Egyrészt, hogy mit tud segíteni maguknak a gyerekeknek. Az elfogadásban, vagy az elutasításban, a gyógyulásban, vagy magában a meghalásban a szülők. Erről is írt tanulmányt, az volt a summája, vagy az volt az élménye, hogy a család az első lépésben, amikor a gyermek ilyen súlyosan megbetegszik, összetart, de később a szülők közötti konfliktus lesz az erősebb. Tulajdonképpen a felelőst keresik, vagy azt keresik, amivel a másik hozzájárult ahhoz, hogy a
gyerekük ilyen súlyos beteg legyen, és ez természetesen azt jelenti, hogy a régebbi konfliktusai törnek ki, amivel megnehezítik az egész ápolást, és megnehezítik a gyerekkel való viszonyukat. Tehát közbe kell lépni, és akkor ezt kitalált egy családterápiás módszert, tehát világos lett számára, hogy ez nem elkülöníthető, akkor alakította ki nagyon nagy nehézségek árán, hogy ne egy szoba álljon a rendelkezésére, a játékszoba, amiben ez a világjáték volt, a világjáték teszthez használatos különböző tárgyak, amivel a gyerekek manipuláltak, amiből ő tudomást szerzett egy csomó dologról, hanem legyen egy másik szoba, ahol a szülőkkel foglalkozik, illetve a szülők ne együtt legyenek a gyerekkel, miközben ő a gyerekekkel játszik, hanem külön legyenek. Hát sőt, akkoriban vezették be például azt, hogy legyen egy exitáló szoba, hogy ne a kórteremben hallgatják. Az jóval később sikerült. Az legalább 5 éves harca volt az Alennak, hogy ez sikerüljön. Meg azt is mondja, hogy mekkora áttörés volt, hogy ülővizit. Tehát, hogy nem körben állják a gyereket, rátornyosulnak a felnőttek. Hát ez a harmadik pont, hogy ki kellett találnia, hogy a ápoló személyzetet, az ápolónőket és az orvosokat miként készítse föl olyan feladatra, ami egy nagyon embert próbáló feladat, illetve nincs ember, akit ne venne végzetesen igénybe. Tehát egy kezdődő élet, amelyiknek látjuk a halálát, az iszonyatosan igénybe veszi, és ezzel aztán igénybe veszi magát a haldoklót, vagy magát a beteget, akit esetleg sikerül meggyógyítaniuk. De olyan mértékben veszik igénybe, amilyen mértékben ez csökkenthető, ez az igénybevételi szint. És azokat a lehetőséget, azokat a módszereket kereste és részben találta meg is találta, amelyek a gyerekek igénybevételét csökkentik, az orvosok pszichés, vagy az ápolók pszichés megterhelését csökkentik, tehát egy közös csökkentési műveletet, például az, hogy ne tornyosuljanak csoportosan a gyerek fölé, ne beszéljenek latinul, egyáltalán azokat a szakmai, a vizitnek azokat a szakmai fogásait, amelyeket a felnőttek ápolása közben használnak, ne használják, erre ki kellett találni, és az orvosokkal és az ápolókkal együtt ki kellett dolgozni más módszereket. Ez egy hihetetlenül komplex, hihetetlenül nagy munka volt, amit az Alan elvégezett. Nem tudom, hogy ebből mi maradt, vagy mi nem maradt, de minden esetre az akkor egy nagyon nagy munka volt, amiben ezek a professzorok, a Kerpelfronius, meg később a Schuller, ezek messze menően együttműködők voltak vele, sőt, bizonyos pontokon ösztönözték, de hát természetesen minden egyes szereplőnek, orvosnak, ápolónak a saját halál félelmével kellett megküzdenie. Azzal a pszichés problémával, amivel a mentőktől a tűzoltóig és az ügyeleti orvostól ügyeleti ápolónőig mindenkinek meg kell küzdenie, hogyha szakmányba naponta lát súlyos sérülteket, attól súlyosan sérül, és ezt a súlyos sérülését valahova raknia kell. Ezt nem hozzászokik, nem szokik hozzá. Azért nem szokik hozzá, mert empatikus lény, empátiával rendelkezik, és ha az empátiáját megszünteti, akkor az egész lényét szünteti meg. Tehát akkor a humanitását szünteti meg. Tehát amivel egy orvosnak, vagy egy ápolónak dolgoznia kell, tehát nem szüneteltetheti, vagy nem teheti félre. Tehát ebből eredhet mondjuk az, hogy sokáig az Alent azzal támadták, hogy kvázi rá akarja beszélni a gyerekeket a halálra?
Ezek ilyen... Meg hogy merész a halálról egyáltalán beszélgetni a gyerekekkel. Igen, ezek ilyen, nem tám, ezek a butaságnak a lázadásai, ami minden újító, vagy minden zseniális embert elkíséri útjára, hogy a butaság föllázad elleme. Egyrészt nem is tudja, hogy mi történik, nem tudja, hogy mit csinál az illető, nem olvasta, nem látta, nem is érdekli, de ítéletet alkot. Ez az emberi társadalmaknak a működéséhez menetrendszerűen hozzátartozik. A szemrehányások, azok a szemrehányások tárgya, az tulajdonképpen nem olyan nagyon érdekes. Sokkal érdekesebb, hogy a szemrehányás sok tömege miből jön ilyenkor. Milyen állásféltésből, milyen presztízsféltésből, milyen szakmai meggondolásokból, stb. Stb. Mindezzel foglalkozni kell, hiszen ezek az emberek, akik valamit tudományosan kitalálnak, kénytelenek is foglalkozni vele, és abból a szempontból megnézni, amilyen a szemrehányás szempontja. De hát a szemrehányásokat általában nem kell szó szerint venni, és egy pszichológus nem is képes rá, hogy szó szerint vegye, hanem megkeresi azokat a feltételrendszereket, amelyek a szemrehányás homlokzata mögött helyezkednek el. Megkockáztatom, hogy egyébként a 70-es évektől kezdődően talán Allen és a gyerekek beszélgettek legtöbben Magyarországon a halálról. Hát valószínűleg igen. Tabu volt. Volt? Van? Hát tulajdonképpen van, mert maga a kultúra, ami az európai kultúra nem alkalmas rá, hogy természetes helyén beszéljünk róla. Tehát tabusítja mindenképpen. Már csak ha a legalapvetőbbet veszed, ha a növekedésnek nincs határa, ha a közgazdaság egy olyan elvet követ, hogy a növekedésnek nincs határa, hanem egy szükségszerűség, akkor ez ellentétes azzal, amit a természet csinál velünk, vagy akar tőlünk. Ezért írod azt valamelyik eszédben, hogy az emberi méltóságot a jövőben pont ezek a dolgok fogják kijelölni? Ki van jelölve, ez a növekedés kényszere által. Tehát ha kényszerűen életem végéig növekednem kell, akkor nem kényszerűen nem tudok az elmúlással foglalkozni, holott a sejtjeim a nem tudom, hatodik vagy nyolcadik életévem után már növekedésre vannak még beállítva, de hát ugyanúgy pusztulnak is. Tehát nem tudok egy olyan lényt elképzelni, aki nem egyszerre növekedik és pusztul, és aztán már nem is növekedik, befejezi a 20-valahány éves korában a növekedést befejezi, és aztán már csak regenerálódik, megújítja magát, bizonyos területei képesek a regenerációra, mások meg végképp elhalnak. És akkor lassan, fokról fokra, még az orvos tudomány legfantasztikusabb eredményei ellenére is, hát lassan elhal. És ez szükségszerű, ez nem egy véletlen, ez nem a... De hát ez a növekedés eleve kétségbe vonja. A mi létünk, a növekedés határtalanságát, azt kétségbe vonja. Ez nem a római klub tudósai vonták először kétségbe, és jelölték ki a növekedés határait, hanem azokat maga a természet jelölte ki, ők legfeljebb utána mentek, és rájöttek, hogy hoho, itt valami nem stimmel, mert nem tudunk közgazdaságilag sem, vagy pénzügyileg sem a végtelenben iparilag növekedni, mert akkor a saját életfeltételeinket tesszük tönkre. Régebb
cikiztél azzal, hogy én miért mondom azt, hogy a szenvedésben látok értéket. Cikizni nem cikiztem. De senki. Nem cikiztél azért. Nem, mert nem cikizek semmit és senki. Hát akkor minek mondtam? Ellentmondott. Megmosodokva vagy... ellentmondtam. Igen. Jó, rendben. Igen. Szóval, hogy az államnak azt mondta, hogy... Kinevettelek. Hát te most is nevetsz, akkor még ezt még mindig tartod. Szóval hogy az államnak szeretek azt mondja, nevetni. Hogy... Vagy most azt csak neki futok ennek, hogy szerinte a szenvedés meg a fájdalomtűrés hozzátartozik a személyiség fejlődéséhez. Pont ezért nem kéne az embereket a fájdalomcsillapítókhoz szoktatni, hanem a szenvedés elviseléséhez, mert hogy így tudjuk megérteni a szervezet jelzéseit. Ez nem ilyen egyszerű. A szenvedés bizonyos mértéke érleli az embert, és a szenvedés hiánya infantilissá teszi a tehát ha mindenféle egy szülő mindenféle szenvedést, fájdalmat igyekszik a gyereke életéből elhárítani, és adott esetben ez még sikerülhet is, a gyerek soha nem esik le sehonnan, nem esik hasra, nem horzsolja le a térdét, a másik gyerek nem veri fejbe a kisvonattal, és így tovább, akkor elkerültük egy időre a szenvedést, vagy a fájdalmat. De ez nem növeli a szellemi kapacitását, hanem csökkenti, ha ez sikerül. De ez szerencsére nem sikerül, mert minden gyerek hasra esik, leesik, fölesik, fejre esik. Én többször fejre estem valószínűleg. Ez a baj, ez az embernek egy ideig hasznára van. Vannak destruáló, tehát a kínzás az például, destruáló fájdalom, és az soha nem múló destruáló fájdalom. A megkínzatás az destruáló fájdalom. A hosszú börtönbüntetés is az. Allen egyik legfontosabb, ha nem is mestere, de mindenképpen munkatársa. Mérai azt mondta, hogy aki 56 után börtönbe ült 4 évig, hogy 3 év az hasznos, de 4 az már káros. Tehát egy pszichológus ezt mondja, akkor ezt komolyan kell vennünk. De ha az ember megnéz egy amerikai börtönről készült filmet, akkor látja, hogy a raboknak a többsége, azok is, akik nem őrültek még meg, azok is inkább kezelésre szorulnak, mint börtönbüntetésre, még akkor is, hogyha ez a börtönbe történne ez a kezelés, de nem kezelik őket. A magyar börtönökben is valószínűleg módjával kezelik őket, pusztítja a pszichét, az észlelést, egyszerűen a monotónia miatt is, hogy mindig ugyanazt látom, mindig ugyanott vagyok, stb. Bizonyos határig, bizonyos körülmények között érleli a személyiséget, és az ellenálló képességét növeli. A félelemmel szembeni félelmét, mert van a félelemtől való félelem, az a legsajátosabb félelem, és nem tévesztendő össze a szorongással, ami tárgytalan, a félelem az mindig tárgyas, annak mindig van egy tárgya. A szorongásnak nincs, amivel mindannyian rendelkezünk. Az, hogy az Allen a saját lakásában kirakta, mutogatta az ő leendő koporsóját. Az a félelemhez tartozik? Az egy súlyos félelem. Ez az egy, szerintem az egy károsodás volt. Az egy perverzió volt. Azt én megpróbáltam ettől valamilyen módon visszatartani, de ettől nem lehetett visszatartani, mert harsányan örült ennek, ennek az ötletnek. De az ötlet rossz. És ha valaki már egyszer meghalt, akkor, vagy a halál közelébe került, akkor ezt tudja, hogy ez egy teljesen hibás ötlet, mert egy tárgyba kapaszkodik, és a tárgynak az égvilágon semmi köze nincs magához a halál jelenséghez. A tárgynak ahhoz van köze, hogy a környezet valamilyen módon szeretné eltávolítani, úgy, hogy ne legyen fertőző, a bomlásnak az illata, vagy a bomlásnak a tünetei azok ne legyenek láthatók, tehát mindenképpen egy kaszliba kell raknia a testet, amelyik abban a pillanatban, hogy meghalt, tehát a keringése megszűnt, elkezd felbomlani. Ez egy szerves anyag,
és a szerves anyag bomlik. Minden tetem, az állati tetem, az emberi, ezt be, a koporsót be lehet rakni a jégre, néhány napig ott tartani. Régen nem volt jég, tehát a régen be kellett tenni egy elegánsabb embereket. Tölgyfa koporsóba tettek, szegényeket, fenyőfa kaszliba, de mindenképpen beletették őket valamibe. A keleti népek, ahol meleg van, azok beburkolták egy kendőbe, egy gyolcsba, amelyik viszonylag vastag volt, és még aznap vagy másnap eltemették. Ez a vallási kötelezettségek közé tartozott, tartozik a mai napig, hogy el kell temetni, de hát különben felbomlik a melegen. Úgyhogy a tárgyat, a gyolcsot vagy a koporsót, az fontosabbnak kiemelte ebből az egészből. Tehát valami olyasmit csinált saját magát illetően, amit a tudása nem igazolt, és ennél sokkal többet tudott a halálról. Koporsót a saját lakásomba, az nagyon egy nagyon furcsa ötlet. Nemhogy mutogatta, belefekszik próbaként, a számomra egy nagyon halálidegen ötlet. A halál, mint olyan, nem fizikai, vagy hát vannak fizikai vonatkozásai, és ebben abszolút fizikai, tehát a spirituális vonatkozásai az érdekesebbek, legalábbis számomra. És élvezte, harsányan élvezte. Egy életerő volt benne, ezért nehéz is volt őt lebeszélni róla, mert valakit az életerejéről nem akarok lebeszélni, az életöröméről, de megpróbáltam tiltakozni ellene, már csak vallási vagy spirituális okokból is. Nem megyek valaminek az elébe. Rábízom az Jóistenre, hogy miként rendelkezik, és mikor rendelkezik. És nem kérdezek rá erre. Nem akarom siettetni. Öngyilkos ellenes volt, az én öngyilkossági szándékaimat is nagyon gyorsan és rövid úton felfedezte, és mindent megtett ellene. Ugyanúgy én is úgy éreztem kötelességemnek, hogy ezt ettől megkíméljem, de nem hagyta magát megkímélni. De amikor azt mondod, hogy nem sietetjük, nem megyünk elébe, akkor az például hogyan össze a te öngyilkossági gondolataiddal? Hát azt, hogy az öngyilkos az mindig sietteti. Hát igen, neked ő maga rendelkezik. Volt ilyen vágyad, még mai napig is beszélsz erről. Hogy... Persze, mindig is volt, és ez marad is. És az azt szabgáltat, hogy egyrészt az, hogy túl nagy fájdalmat okoznál az itt maradóknak, másrészt az, hogy nem sietetünk valamit, ez egy parancs. Hát két oka van, van egy spirituális oka, tehát az, hogy az élet hatalma az egy nagyobb hatalom, és abban én nekem nincs jogom beleszólni, még akkor sem, ha saját életemről van szó. Másrészt pedig nem hagyok örökül másoknak egy lelkismeret furdalást. Minden öngyilkos hozzátartozói beszámolnak arról, hogy lelkismeret furdalásuk van a dolog. És ez egy nem múló lelkismeret furdalás. Tehát ilyesmit nem hagyok rá az utódjaimra, vagy a hozzátartozóimra. Előszót írtál a Polc Allen és a Bitó László könyvéhez. Én nem emlékszem. Hát, pedig te írtad az előszót, meg is mondom, igen. Az utolsó mérföld az a címe. Tényleg annak írtam egy előszót. Ebben a könyvben a két beszélgető fél három dolgot vázol fel a halál ideális kezeléseként. Egyik az, hogy farmakológiai módszerekkel, eszközökkel, szerekkel gátolni a félelmet, a halál félelmet. A másik a hospice, nyilván Allen emellett kardoskodik, illetve az eutanázia. A te esetedben, hogyha nem lenne ott az a tabu, hogy bánatot okozol másoknak, akkor az öngyilkosság például az egy ideális kezelése lenne a halálnak? A halálnak nem, az életnek. Na, de hát ők is arról beszélnek, akkor nekik is azt kérem, hogy az élet ideális kezeléseként, vagy az élet végideális kezeléseként, ezek is ezek a lehetőségeket gondoljuk. Egy orvostól ez nem elvárható, hiszen a hippokráteszi eskü nem arról szól, hogy segítsen engem meghalni, hanem hogy megakadályozza
a halálomat. Hogy valamilyen gyógyító módot találjon, vagy ha gyógyító módot nem talál, akkor enyhítő szenvedés, enyhítő módot, ezért például a félelmet oldja kémiai szerekkel. Ez kikísérletezi. Akkor látja, hogy a kémiai szerek egy része, például a morfium, amelyik segít a félelmet legyőzni, és a szenvedésektől megszabadít, az kettős hatású, mert ugyanakkor sietteti az illetőnek a halálát is. Tehát nincs olyan kémiai szer az orvostudomány kezébe, amelyiknek ne lenne mellékhatása, amit megint valami más szerrel meg lehet próbálni oldani, eliminálni, de annak is van mellékhatása. Ezért aztán az Allen a maga spirituális meggyőződéséből indul ki, és ezért ajánlja a hospice-ot, tehát azokat a módszereket, amelyek a halált nem siettetik, nem késleltetik, de nem pszichésen nem befolyásolják, nem teszik hülyévé a haldoklót, hanem mindenfélével segítik a haldoklót, és a szenvedését azt viszont csökkentik. Megint csak kémiai eszközökkel, tehát, de azt is tudja, hogy a pszichikus eszközök néha kiválthatják a kémiai eszközöket, vagy részben kiválthatják a kémiai eszközöket, és ezért részesíti előnybe a hospice módszereit az egyszerű orvostudománnyal szemben, amelyik fölállít egy kórképet, és a kórképnek megfelelő terápiát, és a terápiának a legnagyobb része az kémiából áll. Hát, vagy fizikából. De most nem válaszoltál még arra, hogy az öngyilkosság az egy életkezelés? Mindenképpen. Hát az, hogy az életet megszüntetem, beszüntetem. Amikor te egy öngyilkosságról hallasz, olvasol, bármi hírként eljut, akkor mit gondolsz, hogy de jó jól neki? Jól tette. Azt gondolsz, hogy jól tette? Jól tette. Ezt gondolom elsőre, de másodikra már nem ezt gondolom. Én is mindent elkövettem mindig, ha öngyilkos jelöltekkel találkoztam, hogy valamilyen formában, ha erre volt hatásom, és többször volt, hogy visszatartsam őket. Két dolgot lehet tudni. Egyrészt a reszuszitáltak, tehát a halálból visszahozottak, vagy a halál közeli élményből visszahozottak jelentései egyértelmű, majdnem egyértelmű statisztikai adat, hogy ők egyértelműen rosszként élik meg a halált. Tehát valami, ami nem jó. Míg a úgynevezett természetes, tehát gyógyászati halálból visszahozottak, nagy százaléka, nem 100%-a, de nagy százaléka jóként, valami jóként éli meg, valami beteljesedésként, valami véglegesként, valami tökéletesként éli meg a saját halálát. Tehát akkor kell lennie annak a spirituális vagy vallási tiltásnak, ami az öngyilkosságot szigorúan megtiltja, egészen brutálisan a katolikusoknál például az apácák esetében még akkor is tiltja az öngyilkosságot, ha megerőszakolták őket. Ami tényleg a büntetésre még egy büntetés. Hogy akkor se vehetik el, mert akkor nem fognak üdvözülni. Tehát elveszi azt az üdvözlésnek az utolsó vigaszát, visszaveszi az egyház abban az esetben, hogyha te öngyilkosságot követsz el. De ebben még mindig azt mondom, hogy lehet egy olyan bölcselet, amelyik igazabb, mint a humánusnak tekintett bölcselet. Az, hogy a
az egyházak, vagy a művészet az ilyen jellegű tudást honnan nyeri, azt nem tudom megmondani. De lehetséges, hogy ilyennel rendelkezünk. Minden esetre az irodalom, a szakirodalom, vallási irodalom tele van az ilyen jellegű tudásra való utalásokkal. Azt írja be az utolsó beszélgető kötetbe, hogy őt nem vették annyira komolyan azok az emberek, akik napi szinten jártak hozzá, illetve Mésző Miklóshoz. Bekerültem azok közé, az írók közé, akik nagyok voltak vagy lettek, itt egyébként téged is említ, olyan emberek közt éltem, akik mind tudásban, kultúrában, emberi tartásban kiválóak, de én a kedves aranyos feleség szerepébe kerültem. Mit sem tudtak arról, hogy van egy másik világom, a gyerekek, a tanítás, a kutatás, valahogy nem is érdeklődtek. Hát lehet, hogy ez többekre áll, de tudom, hogy te nem fordítottál áll. Neki. És De nem, rám semmiképpen nem áll. Nagyon sokat dolgoztam neki egyrészt, másrészt pedig nagyon érdekelt, és egy csomó dolgot nem tudott volna nélkülem megcsinálni. Nem a fordításokat, hanem a beszámolóit nem lett volna. Jött pénteken, csütörtökön, amikor jött Kisoroszba, és akkor elmesélte az aznapi halálokat, a holnapi halálokat, ezeket a valóban embert próbáló gyerekhalálokat az összes részletével. Mert valakinek el kellett mondania. Akkor te hogy bírtad ezt? Melankolikus, tragikus beállítottságú ember vagyok, és ez engem nagyon érdekelt. Nagyon megviselt, de nagyon érdekelt. És ő is nagyon érdekelt, tehát kötelességemnek éreztem, hogy ezt ő is tudatosan csinálta, tehát tudta, hogy valakivel meg kell osztania, és hát a pszichológiában van ugye a szupervizor, akivel megosztja, és ő megosztotta a szupervizorjával is, de hát a szupervizor az szakszerűen csinálja. Bizonyos értelemben én is szakszerűen csináltam, csak egy más szakma szempontjából csináltam szakszerűen, de hát közben megismertem az ő szakmáját is, aminek megvannak a nagy szakemberei, és ő ezek egyike volt. Tehát ez rám nem áll, ez az államban időről időre felmerült egy önsajnáló állam, az önsajnálat az mindig a kevésbé értékes része az embernek, de elkerülhetetlen része, amelyik meg van sértve, meg van bántva, mellőzöttnek érzi magát, stb. Stb. De hát egy nagyon jelentős szakember volt, aki megcsinálta a saját életét, és hát a Mésző Miklósnak a felesége volt, és hát nem volt elvárható barátoktól, hogy a barátok tudják, hogy ő mivel foglalkozik, de én speciál tudtam, és segítettem őt ebben. És őt mi vezette oda, hogy annyi év gyerek onkológiai foglalkozás, napi szintű ottlevés, még nyugdíj idején is, tehát ezek után még létrehozza a hospicet? Igen. Hát az absztrakciós képessége, tehát az, hogy látom a részleteket, egy dolognak a részleteit, és akkor látom, hogy hogy van fölépítve, és látom, hogy milyen szükségletek vannak. És hát úgy van fölépítve, hogy van a halál, mint életjelenség, hangsúlyozom, mint életjelenség, és egy kultúrának szüksége van arra, hogy ezt az életjelenséget valahogy beépítse a mindennapokba, mert különben természetellenes életet él, hazudik, csal, tévútra vezet, egymást tévútra vezetjük, egymást megcsaljuk, becsapjuk. A dolog lehet nagyon, hogy mondjam, nagyon sima, nagyon jómódorú, ez a becsapás, megcsalás, de minden esetre egy természetellenes folyamat része.
egy nem természet. És ő a természetessel foglalkozott, tehát annak a módozatait kereste, hogy hogy lehet most már nem a gyerekeket, akikkel a verbális érintkezésnek megvannak a nehézségei, az, hogy ők fogalmi előtti nyelven gondolkodnak, és mi pedig elhasznált és tévútra vezetett fogalmakkal gondolkodunk. És hát egy pszichológusnak az a dolga, hogy a tévútra vezetett és hamis fogalmak mögött egy realitást lásson, tehát a kettőt egybe lássa. Ezt az absztrakciós munkát végezte el az Allen a halállal kapcsolatban, és találta ki a hospice-ot, ami felnőttek, súlyos betegek esetében egy áldás, ahelyett, hogy értelmetlenül kínozná őket, hagyja őket emberi, humánus és értelmes körülmények között meghalni. Vagy esetleg akár segíti is a halálukat. Én a hospice-ról már nem értesültem, mert akkor már elköltöztünk, amikor az Allen a hospice alapítással foglalkozott, akkor én már elköltöztem Gombosszegre. Úgyhogy akkor már nagyon ritkán találkoztunk, csak akkor, amikor. Tehát inkább az eredményeiről, az előkészületekről, meg a gyors és elég erőteljes eredményekről értesültem. De ezek már nem voltak olyan lényeges beszélgetések, mint a korábbiak, amiből a hospice következett. Az, hogy az embereknek segíteni kell, abban kell segíteni, amiben ők segítségre várnak. Tehát meg kell tudnia, hogy milyen jellegű ember, milyen segítségre számít, mi az a segítség, amit elutasít, amit nem akar, vagy mi az, amiben titkon reménykedik, és amit prezentálni lehet neki. Tehát amikor megcsináltak ott egyébként a lakótelep közepén, abból a bölcsődéből, vagy óvodából a hospice házat, akkor a környéken aláírás gyűjtöttek a ház ellen. Világos. Hogy ne legyen itt halottas ház. Igen, mert nem akarnak halottakat a közelben, mert ez az ő kedélyüket rontja. Hiszen akkor úgy kell tenni, mintha gyászolnának. Akkor is, ha nincs közük hozzá. Igen, mert kénytelenek, hát ha jön egy halottas menet, vagy látják, hogy egy koporsóba kihoznak egy halottat, és berakják a vizébe, akkor a saját halálukra kell gondolniuk, és ezért sajnálniuk kell saját magukat. Minőségi különbségnek látod egy kórházhoz képest? Hát óriási különbség. A kórházi orvosoknak halál, semmiféle fogalmuk nincs arról, hogy mi az, hogy meghalni. Egy teljes téveszmében járnak. Ők ezt technikai problémának fogják föl. És ha a technikai problémát megoldották, akkor nem érdekli őket, csak nagyon kevés számú orvost érdekli, hogy mi történt veled. Hát őket az érdekli, hogy a szívet újraindítsák. De hogy a szív újraindításával milyen pokolba lökik az embert, azzal már nem foglalkoznak. Az orvosok a következményekkel soha nem foglalkoznak. Az orvosok beadnak neked egy gyógyszert, amiről a gyógyszer leírásból tudják, hogy x százalék halálos. Ezért nem döntenek úgy, hogy akkor nem fogják beadni. Az orvos tudomány részben statisztikai tudomány. És ha te nem esel bele ebbe a statisztikába, vagy éppen beleesel, akkor porul jártál az ő közreműködésével. Az orvos ezzel nem tud foglalkozni, mert az orvos egy statisztikai tudománnyal foglalkozik. És a te esetedre lefordítva mindez? Hát ez azt jelenti, hogy visszahoztak, elküldtek egy szerrel a streptokinázzal a halálba, mert rám ez rossz hatással volt, nem feloldotta az infarktust, tehát azokat a csomókat és görcsöket, ami elakasztották a véráramot a szívben, hanem egy visszafordítatlan folyamatot indítottak el, amit még ők 3 perc vagy 3,5 perc után visszafordítottak, de hogy a 3,5 perc alatt velem mi történt,
soha többet nem érdekelte őket, és senkit nem érdekel. Mindenki, az olvasóknak egy része, vagy nagy része szintén elutasítja a dolgot, nem akar erről hallani, nem akar tudni erről. Kis akarnokok. Most mit csináljak velük? Nem, én meg nem akarom őket meggyőzni semmiről. Amikor te elmesélted az infarktusodat, és ezt a meghalasztás újraélesztést. Az Alennak? Nem. De neki is elmeséltem. Hát azt tudom, mert az Allen szerint te is, meg ő is angyalokat láttatok. Láttál angyalt egyébként? Nem, de ha nem láttam angyal, de a leírható úgy is. Az ember önmagán kívül kerül, önmagát, mint egy a saját válla fölül nézi, és ezt nevezzük angyalnak, tehát a hátunk mögött áll egy angyal, de ez nem valójában az én felfogásomban, tehát én ezt nem írnám angyalnak, hanem én ezt a tudatnak egy részeként írom le, mégpedig, vagy magamnak fogalmazom meg, mégpedig a felfogás részeként, egy olyan felfogás, egy semleges felfogás részeként, olyan felfogás, ként, amelyik nem értékeli a dolgot, hanem tudomásul veszi. Nem értékeli sem érzelmileg, sem indulatilag, hanem tudomásul veszi. Most ezt az ént, ezt az angyali ént, a felfogásnak ezt a semleges módját mindenki hordozza magában, csak kevesen élik át. Ezt az Allen, aki nem halt meg korábban, de most aztán igazán meghalt, ő angyalként írja le. Én is hajlamos vagyok ilyen szimbólumok használatára, de hát inkább angyali tekintetnek mondanám. Tehát egy neutrális tekintetnek, aki a hátam mögött áll, vagy nem is a hátam mögött, a vállam fölött, mert ugyanúgy néz, ahogy én. Adott esetben még súg is nekem, mert előre meg tudja mondani, hogy mi fog történni, de ez még mindig a tudatom, a saját tudatom egy része, aki a lefutásokat ismeri, mint a sakkban a sakkozó, előre ki tudja számítani, hogy ha ő úgy lép, akkor negyedik lépésben majd én másként lépek. Ugyanígy ezt is ki tudja számolni az ember, hogy miből mi következik. Ezt egyértelműen, mint aki akkor még nem halt meg, ezt angyalként értelmezik. Ez egy vallástörténeti fogalom. Tehát egy angyal, aki engem vezet és felügyel. Itt megint meg kell akasztanom a saját gondolatmenetemet, mert azt is írod, hogy pontosan tudtad, hogy milyen lépések következnek ebben az állapotban. Akárhányszor elolvastam ezt a részt a könyvedben. Mármint a saját halálban? Igen. Szkepszissel fogadtam, vagy értetlenkedéssel, hogy tud erre figyelni az ember, akkor, amikor átéli a nagy eseményt? Ezért már egyszerűen nagyon sok mindenre tud figyelni. A normális életében is nagyon sok mindenre tud figyelni. Csak a fizikai léte, hogy nyomja őt a fenekét, nyomja a szék, mert már itt ül a Balázs miatt nem tudom hány perce. Egy óra kilenc perc. Egy óra kilenc perce fenekében a súlyát érzi. Ez eltereli, meg annyi más, hogy a macska éppen mit csinál, hogy a térdem fáj, hogy most igyak vagy ne igyak. Tehát egy csomó dolog, a testérzés eltereli a figyelmet. De ha nincs testérzés, és a meghalás pillanatában elmúlik a testérzés, azt írom, hogy mintha egy nagy főkapcsolót lekapcsoltak volna, a fizikum érzete eltűnik, akkor csak a tiszta tudattartalmak maradnak, és akkor megtudom az egyes tudatszinteket, és a tudatba került információk időkomponenseit meg tudom különböztetni egymástól. És ha ezt meg tudom egymástól különböztetni, akkor azt is tudom, hogy mi következik. És ami következik, az már egyszer bekövetkezett, mert megszülettem. És azt is írom, hogy hát, ha
hogy írom, vagy nem írom, nem tudom, hogy írom-e, de minden esetre hát ezt az általam olvasott irodalom már előre tudja, a vallások is tudják, hogy a születés és a halál egybeesik. És ha egybeesik, és ettől a civil közönség mindig föl is van bojdulva, és föl van háborodva, hogy lehet ilyen életellenes a művészet, vagy a vallás. De hát ez egybeesik. Beckett azt írja, hogy a szülő anyák a sírokon lovagolnak. Hát ami egy őrületes látomás, egy felháborító látomás. Hogy amikor az én feleségem megszülte a gyerekünket, akkor egy síron lovagolt volna, hát azért ne haragudj. Ez azért már több a soknál. Ezt a Beckettet le kell ütni. Nekem viszont élmény volt abban a pillanatban, a halál pillanatában, hogy jé, ez igaz. Tehát ez nem egy metafora, hanem ez egy alapvető életigazság. Attól kezdve, hogy megszülettem, kezdek elmúlni. És abban a pillanatban, amikor elmúlok, akkor azt az élményt hozza elő segítségül a tudatom, a legnagyobb segítség, amit adhat. Ahogy az anyám a legnagyobb segítséget adta azért, hogy megszülessek, a halál, a saját halálom a legnagyobb segítséget adja azzal, hogy megmutatja a születésemet. De mégis, amikor én hallgattam, amikor a Mihancsi Zsófiának elmesélted ezt, és erről hangfelvétel van, egyébként éppen lakást festettem, és megállt a kezemben egy ponton a mi az henger, igen. És nem is azt mondom, hogy egy nagy reményt kaptam tőled, hanem egy vonzó perspektívát, egyben egy elvárást is, de egy nagyon nagy súlyt vettél le. Nem tudom, hogy más ezt hogy olvasta, hogy hallgatta, mit vitt el ebből, de nekem ez nagy feloldozás volt. És nem volt olyan sok halálfélelmem addig sem, és most nem szeretném magamnak hazudni, de azt hiszem, hogy nem volt. Viszont te nagyon sokat tettél érte ezzel a beszámolóval, hogy ne is legyen. Szívesen átélném azt, amit te átéltél, ugyanakkor te... Ha visszahoznának. Na igen, és te ezt viszont kikéred magadnak. Én kikérem magamnak, mert a egész életemben arra vágytam, hogy végre halnék meg, ezt miként tudnám siettetni, és akkor beteljesedik, és ez a két barom, az orvosok, a két orvos visszahoznak, ahelyett, hogy hagynának békén. Hát milyen, és hát amit átél az ember, vagy amit én átéltem, az maga volt a nagyszerűség. Az, amire egész életemben törekedtem. Az, hogy a saját hazugságaimat, a saját torzításaimat, a saját észleleteimet, a saját felismeréseimet egybe lássam. Nem külön szétszakítva, hanem egybe. És ezt a halál megadja, éppen az egyidejűséggel, azáltal, hogy megszűnik a fizikai léted érzete, azáltal a tudat érzete, vagy a tudat különböző szintjeinek az egyidejű tudása, az nagyon jelentőssé válik, és valóságosan érzed az univerzumot, a végtelenséget, és ahogy be vagy kötve az univerzumban, mint egy kis részecske. Azt is érzékeled, amit szintén minden valamire való vallás a helyére tesz, vagy minden valamire való művészet a helyére tesz. Bach a helyére teszi. Shakespeare már nem egészen, de Bach mindenképpen a helyére teszi. Az, hogy nem lettél öngyilkos, ugye elmondtad, hogy mi az a két ok, amiért nem lettél, annak a kvázi, nem is tudom, vezeklése az, hogy dolgozol folyamatosan? Mert többször visszatérsz arra, hogy például, amikor mondjuk valaki gyászolni kéne, akkor írsz, amikor meg akarnál halni, akkor dolgozol. Tehát, ha mondjuk nem, most, ha választhatnál, írnál még, vagy akár azt mondod, oké, kész vagyok, mehetünk.
Nem, én gyakorlatilag kész vagyok, nem, én menet kész vagyok. Mint a légió sok szemper paratus? Igen, igen, régóta menet kész vagyok, de amíg nem, amíg itt vagyok, addig dolgozni fogok, nem tudok más csinálni, de nem, ez nem munkamánia, abszolút nincs munkamániám, inkább lusta vagyok, ez inkább egy meggyőződés, de ez valószínűleg ettől független. Tehát nincs kapcsolatban vele. Az embernek egy csomó olyan életi jelensége van, ami párhuzamosra van kapcsolva, és nem okokság viszonyban áll egymással, vagy okokozati viszonyban áll egymással. Uh-huh. Tehát ez egy párhuzamos kapcsolás. Valamiért már 11 éves koromban tudtam, hogy én erre vagyok, erre születtem. Ez tulajdonképpen egy nagyon nagy szegénység, ez nem gazdagság, ez egy szegénység, egy szegénységi bizonyítvány, mert hát annyi minden kéne, meg lehetne még az életbe csinálni, de én állandóan ide ebbe a dolgozó szobába vagyok bekötve. Maga az érdeklődésem kényszerít, tehát az a rendszer, az a szellemi rendszer, az a tudati rendszer, ami én vagyok, az kényszerít, hogy ezt csináljam. Nem akarom csinálni. Nem akarom csinálni, és mégis kényszerít. Abban a pillanatban, hogy meglátom a szöveget, abban a pillanatban átlátom, hogy mit lehetne még vele csinálni. És ha mit lehetne még vele csinálni, mert itt ezért nem jó, ott azért nem jó. Idegen szövegeit nem, de a saját szövegeimet. Idegen szövege az idegen szöveg. Azt csinál vele, amit akar. Néha látok durva hibákat, de hát ez annyi, mint egy szerkesztő, aki javít ezt meg azt. A magam szövegén ezt tágabban látom. Tehát látom azokat a szellemi, érzelmi, indulati viszonylatokat, amelyek nincsenek tisztába rakva. Itt tudom, én most egy eszét írtam, egy csodálatos német fotográfus, Barbara Klemm munkáiról, és legalább 2 hete befejezetnek nyilvánítottam, és 2 hete dolgoztam. Itt hevert az asztal alá. Igen, most tettem el, mert most már végleg elküldtem, befejezetnek van nyilvánítva, most már tényleg be van fejezve. De 2 hétig még a befejezett szöveget nem tudtam befejezni, itt kellett igazítanom rajta, és ha itt igazítom, akkor ott kellett igazítanom rajta. És ez sem stimmelt, és az sem stimmelt. Még ennek utána kellett néznem. Még annak utána kellett néznem. Sosincs vége. Nincs vége, de véget kell vetni neki. De valamikor vége van, mert ha nem vesz véget neki, akkor egyre rosszabb. A szövegnek van egy ilyen fordulópont, amikor nem osz, nem szorosz, hogy ott kicserélsz egy szinonímát, vagy valami mást találsz, tehát nem lesz tőle jobb, nem lesz tőle tökéletesebb, nem lesz tőle élvezhetőbb, nem lesz tőle olvashatóbb, semmi nem lesz, nem történik vele semmi. De miután még mindig nem történik vele semmi, ezért elkezded elbaszni, elkezded elrontani, elkezded tönkretenni, akkor ezt a Füstmilán is észrevette, akkor vissza kell térni az eredeti hibás változathoz. Ugyanis itt az a effektus kezd el működni, hogy az ember tökéletesre törekvő jószág, de a tökéletesség nem elérhető. A tökéletesség az Isten kezében van, vagy az Istenek kezében van, az angyalok kezében van, de és ő nem tudja elérni, csak törekszik rá. És ha nagyon törekszik rá, akkor a törekvő emberek hibájába esik, és megint egy hamisságba csap át, megint egy látszatok világába, a realitásból a látszatok világába, kozmetikázza, retusálja, hamiskodik a szöveggel. Akkor abba kell hagyni, és vissza kell menni az eredetihez, a hibáshoz. Olyan hibás legyen, mint amilyen én vagyok. Jó, hogy említetted Istent. Szerinted Isten döntött arról, hogy megálljon a szíved, és vagy Isten döntött arról, hogy az orvosok újraindítsák?
Erre nem tudok válaszolni, mert még soha nem voltam Isten. De már egyszer találkoztál egy novellát szerint Istennel. Igen, akkor ez egy álmomba találkoztam, és leírtam az álmomat. Nagyon ritkán írok le álmokat, de ez egy valóságos álom. Ott állt a kerítésnél. Igen, ott állt a kerítésnél, nagyon szép volt, és nagyon esett és esetleges. És erre nem tudok válaszolni, Az én problémám az az, mint spirituális embernek, hogy az én Isten elképzelésem emberileg nem megszemélyisíthető. Hogyha a görög mitológiára gondolok, ott a legszemélyesebb, a zsidó Isten is még nagyon személyes, a keresztény Isten az egyel személytelenebb, de hát ugyanakkor a Jézus Krisztus alakjával nagyon emberi és személyes jelleget kap. Az igazolható vagy feltételezhető saját szavai vagy mondatai, azok végképp egy okos ember, egy nagyon okos, nagyon bölcs ember képét adják. Tehát az vissza, amennyit absztrahál, annyit vissza is húz az emberi felé a kereszténység. Az én elképzelésem ennél elvontabb. Amikor azt írod, hogy a halál óráján tényleg egyedül marad az ember, de ezt a nyereség oldalán kell elkönyvelni, ezt hogy érted? Mert azt még értem, hogy a halál számodra egyfajta nyereség, de az, hogy egyedül marad, ettől rettegnek talán a legjobban. Nem. És a fájdalomtól, meg igen, a méltóság elvesztésétől. Igen, értem, hogy mit mondasz. Az a, és ez nagyon jó is, amit mondasz, de ez megint csak egy kulturális ráfogás. A kultúra az a magányt és az egyedül levést azt azonosítja, és hát ezt végtelen szomorúsággal. A magányos ember ez egy nagyon szomorú dolog. Ténylegesen az, hiszen az ember egy csorda állat, ugyanúgy, mint az állatvilágban, aki szeret egyedül kalandozni, szeret egyedül malmozni, elmélkedni. És akkor az egyediségével van elfoglalva, vagy az univerzalitásával, mind a kettő lehetséges, vagy a kettő viszonyával, ez is lehetséges. És akkor szereti az önsajnálat ösvényén, ha egyedül marad, és a hordának nem tagja, vagy azért, mert kiközösítették, vagy azért, mert nem talált olyan kapcsolatot azzal az egyediséggel, ami ő nem talált erre egy párhuzamos kapcsolatot, vagy egy megfelelő választ, ezért elkezdi saját magát őrületesen sajnálni. Hogy én szegény. Hát itt vagyok egyedül. Hát ez borzalmas. Hát itt vagyok magányra ítélve. A szobám négy fala között. Hát mennyire sajnálom magam. Most kihez beszéljek? Most mint ezt kinek mondjam el? De ha megjelenik valaki, akkor összevész vele. Akkor leüti. Akkor hasba szúrja. Akkor gúnyolódik rajta, stb. Tehát akkor egy olyan, az énjének egy másik, a nem horda része, hanem az egyedi része kerül előnybe, vagy azt használja. Úgyhogy ezt ne fogd föl így, hanem fogd föl úgy, hogy van egy olyan állapot, ami a természetnek a része, és ezt, ha az állatokat figyeled, akkor látod, hogy ez így van. És az állatok nem önsajnálók. Ellenkezőleg. Egy állat mindig belemegy abba a helyzetbe, ami van. Akkor is, hogyha támadják, és akkor is, ha tudja, hogy el fogja veszteni ezt a mérkőzést. Mert akkor még mindig ott van neki a véletlen, hogy amikor a sas megragadja. Hát a lejti. Igen. És meg akarja pörgetni, hogy bekapja, vagy rácsapjon, és mellé nyúl,
És akkor ő kiesik a sorsnak a karmaiból, vagy ki, és hát esetleg jól esik talpra, vagy pasra, vagy bárhogy, és nem sérül meg, is el tud futni, és befut egy lyukba. Természetben is, meg a társadalomban is nagyon nagy mennyiségben történnek ilyen dolgok, amikor valami nem a előírt menet szerint történik. De az előírt menet az azért belátható. És egy ember számára különösen belátható, hogy az ő egyedisége és a többiek viszonya az miként fog alakulni. Emlékszem, hogy itt futottam még nyáron, és akkor ott lefürödtem a temetőben, ezt ma is szememre hágytad. Nem hányok semmit a szemet, mulatok rajta. Ezért még tényleg mulatságos, mert nem akartalak ezzel zavarni, hogy itt tusolok. Na és akkor végigjártam a temetőt, te, mint aki 40 éve itt élsz, ugye? Igen. Meg éltél Kisoroszliba is. Olyan emlékezetes dolog van a temetkezési rítusokkal, vagy gyászsal kapcsolatban, ami említésre érdemes? Nekem az egyik kedves könyvem a szegény emberek élete, a szegény asszony élete a Kis Lajostól, amiben humorral és egyébként pedig döbbenetes alapossággal ír arról, hogy ennek falun micsoda jelentőség. Ott a funerátor, a halott bejáró, a siratóasszony. Azt mondja, hogy ezek az emberek akkor örültek, amikor mások szomorúak voltak, mert pénzt kaptak ezeket a dolgokért. Te itt Gombosszegen vagy akár Kisoroszliban találkoztál olyan rítussal, ami számodra egy újdonság volt, vagy érdekes? Igen, itt találkoztam Kisoroszliban, nem. Kisoroszli az az országos átlag, vagy az európai átlag. Még akkor is a 60-as években? Persze, igen. Igen. Tehát a halálhoz való viszony, az a tettetett szomorúság, a tettetett mély gyász, a teljes megdöbbenés, a teljes végzet átélése, a borzalommal való találkozás, a kiengesztelhetetlenség, az okogás, a siratóasszony, minden, tehát a teljes repertoár, aminek vannak őszinte mozzanatai is természetesen, meg vannak nagyon szép rituális mozzanatai, ami hát inkább mint rítus az érdekes, és nem mint a egyén pszichológiai realitása. Tehát a rítus az mindig egy egyénivel áll korrespondenciából, és hát akkor vagy kénytelen tettetni valamit, vagy valóban átél valamit. Vagy a kettő között, hát az is egy lehetőség. Itt viszont valami olyasmivel találkoztunk, amivel sehol az országban. Ez nem a mai Gombosszeg, hanem a 40 évvel ezelőtti Gombosszeg, ahol sok öreg ember volt, vagy főleg öreg emberek voltak. Erre nem is voltunk fölkészülve, hogy jövünk, egy csomó embert megismerünk, megszeretünk, látjuk a furcsaságaikat, azon mulatunk, vagy jól esik nekünk, vagy nem esik jól nekünk. És hogy ezek mind-mind elmennek. Egy nagyon rövid időn belül, egy 10 éven belül elmennek, és egyik sem marad, és akkor egy új faluba fogunk lakni. Erre valamiért nem számítottunk. Erre nem gondoltunk. De egy olyan halálképpel találkoztunk, amivel az Allen se találkozott soha. Egyetlen leírásában, az erdélyi leírásokban sincs még csak hasonló sem. Ez egy kereszténység előtti állapotot mutatott, egy pogány állapotot, amelyik mindazt a, tehát azt a rítusrendszert, amit mindenütt másutt űznek a mai napig, ezt nem ismeri. Ma már ugyanolyan, mint mindenütt, mert visszaállt az országos átlag, de nem volt ilyen. Ami nagyon érdekes következtetésekre adott okot, tehát elkezdte az ember keresni, hogy mi az oka. Hát az az oka
nagyon egyszerű oka van, hogy a kereszténységet 200 évvel később vették föl, és nagyon rövid ideig tartott a kereszténység. Templom is nagyon kevés épült. Nován épült templom, Nagy-Lengyelbe épült templom, Egerváron épült templom, vagy ott volt egy monostor is. Tehát nagyon kevés templom volt, ahol a keresztény halálelképzelések, vagy katolikus halálelképzelések szerint hirdették volna az igét, vagy prédikáltak volna, és rögtön jött a török. És a 1700-as évek elején az összeírás, amit az osztrák császár elrendelt, az összesen négy ember talált Gombos-Szegen. Tehát nagyon kevesen élték túl a török hódoltságot. Itt a dombtetőn élték már túl, holott eredetileg a falu az lent volt a patakparton. Csak a patakparton a portyázó törökök elől fölmenekültek az erdőbe, és erdőlakókká váltak. Tehát valamilyen módon a négy ember által megőrződött egy olyan haláltudat, amivel az európai kultúra ma már nem rendelkezik. Valamilyen formán konfrontáció az elmúlással, konfrontáció a veszteséggel, de mindenféle tragikus mellékíz nélkül. A lehető legtermészetesebbként. Ugyanígy, az is egy nagy meglepetés volt, és nem véletlenül mondom a két dolgot, a két meglepetést egymás között, egymás mellett, ugyanígy a lányok teherbeesése. Tehát a házasságkötés előtti teherbeesés. Semmiféle meglepetés nem okozott. Semmiféle szájtépést, szóbeszédet, szokásos, vidéki, falusi megjegyzéstömeget, vagy kommentár lehetőséget, semmit. Mi azt mondja, megesett. Nem, még meghalt, ennyit. Meghalt. Nem, még ennyit sem. Semmit? Semmiféle komment. Öröm, mindenki szomorúság. Nem látható. Nem látható. Neutralitás. A természetnek eseménye, ugyanúgy eseménye, mint minden más. Az egyetlen kirívó az a pap volt, sokáig egy olyan pap, Nagy-Lengyelből járt át, nagyon szerették ezt a papot. Ezt hozzá kell tenni, aki ivott, mint egy kefekötő, és néha a temetésekről elkésett. Néha érte kellett menni, és ide kellett hozni, mert már ott állt a gyásznép, mi is ott vele, és a pap még nem volt még mindig sehol. Tehát világos volt a résztvevőknek, hogy honnan kell előkeríteni. Nem a kocsmából, csak hát kicsit illuminált állapotba kell őt idehozni, ide is hozták. Nagyon szerették ezt a papot, mert nem volt hierarchikus különbség a pap spiritualitása és az ő spiritualitásuk között, ugyanazon a szinten mozgott. Ez a két dolog, ami alapvetően különbözött, és hozzá kell tenni, hogy ez egy sáv, ez a göcsei sáv, ennek is a múltja, mert ebből ma már semmi nem érzékelhető, ma már ugyanolyan, mint minden másod. Azt te mondtad múltkor, hogy kivágtak valami temetőben egy fát, ami azért rossz, mert ha nyáron temetnek, akkor nincs árnyék a gyásznépnek. De én mondtam, mi mondtuk, mert megpróbáltuk őket meggyőzni, hogy ne tegyék, és azért volt két csodálatos ásfa, és egyet sikerült megmentenünk, a másik az áldozatul esett neki, mert hát nincs olyan temetés, ahol valaki el ne ájulna. Hát állni kell a napon. De akkor legalább valami árnyékot hagyhatnának saját maguknak, de nem akartak árnyékot hagyni, mert az szemetel a fa. De a fa nem szemetel, hanem csak a levelét elengedi.
szerinted van felelőssége a távozónak az élők felé? Gondolok itt arra, hogy te mind nagyon udvariasan kezeled a pseudo vagy kvázi itt maradókat. Tehát írod a saját halálban is, hogy tiszta fehér neműt veszel azoknak, akik majd esetleg megtalálnak, kezelésbe vesznek, sajnálkozol, hogy hú, verejtékes a fejed, hogy ez... Le is zuhanyozom. Ja, le is zuhanyozol? Na, igen. És akkor ugye, vagy írod például a világon részletekben, ne hogy, hogy szeretnél kitakarítani, tehát, hogy, hogy olyan elrendezettséget, tisztaságot igen. szeretnél igen. hagyni magad után. Ez a felelősséggel van, vagy egyszerűen a jellemmel összefüggésben? Valószínűleg azzal van összefüggésben, hogy a szüleim nagyon korai gyerekkoromban olyan felelősségeket bíztak rám, vagy olyan felelősségekkel terheltek meg, amelyre alkalmas voltam ugyan, mert nem roppantam össze a tőlük, de hát nem nekem valók voltak, nem gyereknek valók voltak, és ezért kialakult egy fegyelmi rendszerem. És ezt a fegyelmi rendszert ismételgetem. Én is mindig ironikusan szoktam erről értekezni, hogy még eloltam a villanyt, hogy a halálom előtt kitakarítok, eloltam a villanyt. Hát nagyon jó fiú vagyok, baromi jó fiú vagyok, egy barom. Egyébként te mikor találkoztál először a halállal? Tehát mi az az első olyan élményed, ami te ezt a dolgot megértetted, vagy megtapasztaltad? Hát amikor a szüleimnek 45 januárjában, vagy februárjában hulla eltakarítással kellett foglalkozni, és az apám gömörsödi, vagy a nagyszüleim gömörsödi birtokáról a pincéimbe került szánkóval, a gömörsödi szánkóval, ami jóval nagyobb volt, mint egy normális szánkó, mert télen egy póniló azon húzta a gyerekeket az gömörsödi iskolába. Ezen a gömörsödi szánkón vittük a hullákat. És hogy én nekem ne kelljen részt venni ennél a műveletnél, ezért más gyerekekre bíztak, és ők mentek a Szent István park felé a újpesti rakparton, és mi pedig mentünk a romos Pozsonyi úton, ott azt a újpesti rakpart végén, a Szent István parkban, ahol eltemették őket, hát azt asszisztáltunk hozzá, hogy eltemett. Ártam és néztem. És kurva hideg volt. És ez milyen élmény volt neked? Neutrális? Semmilyen. Hát egy gyerek azt hiszi, hogy ez az élethez hozzátartozik, és ez hozzá is tartozott. Tehát ezt az én életemből nem lehet kivenni. Hogy az utcán ló hullák és ember hullák feküdtek, és még azt is meg tudom mondani, amikor először kiléptem a Damjanich utcából jövet az újpesti rakpartra, hogy ott a hóba milyen irányba és hogyan feküdtek a hullák. Egy ember vagyok, egy erkölcsi lény, aki felelősséggel tartozik mindenféle, tehát én ezt tudom, hogy ez nem a normális, de hát ha egy gyereknek ez az első élménye, az a legelső élménye, hogy bombatámadás van, és az anya karján a légnyomás belevágja egy falba, ami éppen lehullik, tehát rájuk hullik a fal, ez az első élménye, akkor ez az első élménye. Nincs visszaút, akkor nem a margarétás réten, a kis pillangókat űztem, hanem ez volt az első élményem. És aztán ha a második vagy a harmadik élményem ez a hulla látvány, akkor az a látvány az igaz. Akkor nincs más élményem. És amikor a nagyapádat ápoltad? Hát ez jóval később volt, nem ápoltam. Csak rosszul lett, és megpróbáltam segítségére lenni, de hát nem lehetett a segítségére lenni, mert meghalt. Megrendítő élmény volt. Érdekes módon nem a megrendülés maradt meg belőle, hanem a hazugság. Tehát magamnak azt hazudtam, amikor meghalt, a nagymamám ordítása mellett, hogy ne hagyj el, papa,
mondta, ne hagyjál. Ami nagyon zavaró volt, nagyon dramatikus volt, nagyon sok volt. Akkor úgy mentettem meg magamat, hogy orvosért kell mennem. Holott tudtam, hogy meghalt, akkor milyen fenének megyek orvosért, de orvosért kell mennem, és felöltöztem nagyon gyorsan, de felöltöztem, tél volt, nagyon hideg, január 57 január volt, és a nagy hóban, a télben, hát legalább 20 perces úton elmentem az orvosért, akit fölébresztettem, ez valamikor hajnalban volt, fölébresztettem, mondta, hogy majd most megborotválkozik, és akkor szemrehányásokat tettem magamba neki, sőt, nógattam, de nem hagyta magát zavartatni. Nem azért, valószínűleg nem azért, mert közönyös volt, hanem azért, mert tudta, hogy a betege az jobb, hogyha most meghal, mint hogyha elkezdődik egy cirkusz, és hagyta, hogy meghaljon, de hát meg is volt halva. Tehát nem tudhatta az orvos, hogy én hazudok, hogy én valakihez segítséget kérek, aki már halott. Ebben volt valami csodavárás is, hogy a nagyon szeretett nagypapát talán még meg lehet menteni, de főleg hazugság volt. Tehát a saját magam félelme, halálfélelme csinált egy nagy, hosszú, komplikált jelenetet, és kényszerítette ezt a szegény öreg embert, ez egy legalább 70 éves ember volt, már egy nagy testes, magát nehezen cipelő öreg ember, hogy fölébredjen, fölkeljen, megborotválkozom, a borotválkozásra nem tudom, miért volt szükség. Ihetetlenül dühös voltam miatta rá, hogy borotválkozik, de valószínűleg ez lehetett az orvosi tapasztalata, hogy hagyni kell a kisfiút, hogy örjöngjön, ez majd magától meghal, ez az öreg ember, akit úgyse tudok meggyógyítani. Mert szívaszmája van, és egy szívaszmát nem nagyon lehet kezelni. Vagy akkor nem nagyon tudtak. És elment, elgyalogoltam az orvossal a halotthoz, és megállapította a halál. És anyukád haldoklásában mennyire tudtál segíteni ápolóként? Mennyire közreműködtél? Amennyire lehetett, segítettem, de hát ez a semmire korlátozódott. Tehát mit tudom én, takarítottam, sütöttem, főztem. Nehéz betegsége volt? Nehezen? Hát, fájdalmas volt? Vagy akkor? Igen, minden volt. Minden volt. Egy mellrák volt, amit megoperáltak, de akkor már máj áttétellel csináltak még egy ilyen jótékonysági operációt, vagy látni akarták, hogy milyen, és minden esetre fölbontották, de aztán visszavarták, mert nem volt velem mit csinálniuk. Amikor szemmel látható, kézzelfogható közelségbe kerül a vég, ilyenkor mi játszódik le benned? Míg ezt kéne mondanom neki? Ezt még ez vele meg kéne csinálni? Nem, ez nem. Nem, ez nem. Hát a természettel ilyen értelemben nem lehet beszélgetni. Nem a természettel, hanem anyukáddal. Hát igen, de anyukámban a természet dolgozik, és ilyen értelemben nincs párbeszéd lehetőség. Tehát ő sem igényelt ezt, vagy neki sem volt sem olyan, hogy... Neki jól esett, de csak azért, mert hogy a kisfia rendesen viselkedik, hozza, viszi, süti, főzi, életkorának nem megfelelően igyekszik, tehát az empátia jól működik, de nem siránkozik, nem nyavajog, nem veri magát a földhöz, nem sír, tehát nem nehezíti meg a haldokló helyzetét. Te ezt akkor normálisnak tartottad, hogy fiatal voltál, és eltávozik anyukád? Ez az életrendjének tartottad? Nem tartottam annak. Nagyon iszonyatos megrázkódtatás volt, még évekig az utcán, legalább 4 vagy 5 évig az utcán felismertem minduntalan. Az volt a rögeszmém, hogy valamit nem csináltunk jól, és ezért megszökött.
és ez csak egy ürügy, és én fölismerem az utcán, csak hát olyan idegen emberekben ismertem föl, akik nem ők voltak, és csodálkoztak. Ez kicsit a Füstmirán feleségem története. Igen, és csodálkoztak, hogy mit akar a kisfiú. Utánuk rohantam, de hát az arca az már nem volt az. De hát aztán láttam, hogy a testesem. Csak az én belső képzeletem, amelyiknek volt egy rettentes hiányérzete, és azt pótoltam valahogy egy értelem. Ezek ilyen látomásszerű látványok voltak, amit a psziché gyárt. Psziché gyár. És ha ugrunk sok évtizedet, most nem édesanyád halála a téma, hanem a te saját halálod, amiből visszahoztak, akkor ott mennyire kellett megtanulni újra élni? Akkor... Hát azt kellett megtanulni, hogy te ezt mindezt nem tudod. Mit mindezt? Az életet? Vagy a nem, halált? A halált. Tehát mindezt nem tudod, és ezt mindezt elhárítod, és hogyan viselkedjek veled akkor, tehát ezt meg kellett újra tanulni. Hogy ezzel ne hozakodjak elő, ne terheljelek, ne piszkáljalak, és úgy csináljak, ahogy te csinálsz, mint aki semmit nem tud róla. Tehát amikor láttam, hogy a két orvos mennyire örül, hogy sikerült engem visszahozniuk, akkor ez volt az első pillanat, miért örültök. Tehát ez egy konfrontáció volt, de velük együtt kellett úgy csinálnom, csak egy töredék másodpercig sikerült, mert utána az elektromos ütések miatt elkezdett rázni valami, és plusz észrevettem, hogy bevizeltem az elektromos ütések hatására. És ez viszont rettentősen megijesztett. Tehát, hogy nem felelek meg nektek. Ez az első, hogy meg akarok felelni, megfelelek nektek. Milyen értelemben? Hát örülök veletek, ja. Holott ez számomra egy rettenetes csalódás, hogy megint itt vagyok. Azzal a két orvossal te beszéltél utána? Ugyanígy technikailag álltak hozzá a dologhoz? Vagy... Persze, csak technikailag. Nem érdekelte őket, hogy mi történt, vagy mi nem történt. A kérdéseim azok kifejezetten irritálták őket. Az, hogy hány percig, meg hogy mi történt, és hogy ezt latinul mondtam nekik, az kifejezetten irritálta őket. Mit akar ez a tudálékos hülye? Nem tudták, hogy te ki vagy. De tudták, de hát ez nem jelentett nekik semmit. Hát mert az eset az fontosabb olyankor, mint hogy kivel. Az akkor, hogyha ő fontosnak tartja a szemét, az akadályozza a munkában, akkor esetleg elszúrja. Nem a fontosságát érzem, hanem az, hogyha tudják, hogy te egy olvasott, világra nyitott, érdeklődő ember osztályon, vagy, akkor ez természetes, hogy azon az osztályon véletlenül tudták. Majdnem udvariatlan válaszokat kaptam. Irritálta őket, ingerelte őket, mert a szakmájuk az nem erre vonatkozik. Rögtön el kellene kezdeni Istenről beszélgetni, rögtön el kell kezdeni univerzumról beszélgetni, rögtön el kell kezdeni a világ anyagi és nem anyagi természetéről beszélgetni, ez már rögtön világnézet, és minden beteggel nem tudnak belemenni egy ilyen jellegű beszélgetésbe. Minden beteg nincs a Polc Allennek folytatott munka miatt előkészítve arra, ami történik. De amikor hétköznapokban barátaiddal, ismerőseiddel, bárkivel összefutsz, megkérdezik, hogy hogy vagy, akkor beleütköztél olyan falba, hogy ezt nem tud átadni nekik, nem tud elmondani, nem értik. Nem, a Polc Allen se akarta végighallgatni. Pont az Allen nem akarta végighallgatni. Nem, nagyon érdekes volt. Az Allent is zavarta. Miért? Nem tudom, valamiért zavarta. Tehát valószínűleg a presztízsét rontotta, hogy valamit most a másik jobban tud, mint ő. Hiszen valami történt vele. Tehát egyrészt nagyon kíváncsi volt rá, másrészt magát a beszélgetést, a Tárnok utcában volt a lakásunk, tehát az Allennal elmentünk, mert az világos volt,
hogy erről nem lehet beszélgetni a szoba négy fala között, számára is világos volt, számomra is, és elmentünk, a Bástya sétányon sétáltunk, vagy a Tóth Árpád sétányon, Bástya sétányon, vissza is. Ott sétáltunk, és ott mondtam el, és rettenetes nagy az, hogy egyáltalán sor kerüljön a beszélgetésre, többféle próbálkozásom, tehát soha nem talált időt magának rá. Azt hittem, hogy ez lesz a beszélgetéseink beszélgetése, ez fog betetőzni minden eddig folytatott beszélgetést, és valakinek végre el tudom mondani, mert ő azon kevés személyek közé tartozott az életembe, ezektől a témáktól nem egészen függetlenül, akivel spiritualitásról, vallásról tudtam beszélgetni. Ő egy nagyon mély vallási meggyőződésű ember volt, korábban református, aztán katolikusnak kereszteltette magát, minden héten járt gyónni, áldozni, vagy Kisorosziban, vagy a Városmajor utcai templomban. Ezt valamiért valószínűleg az élete utolsó éveiben elhagyta, legalábbis ilyen értesüléseim vannak, nem tőle, hogy mi történhetett, az fogalmam sincs, vagy hozzávetőleges fogalmaim vannak, de minden esetre azért is örültem volna, ha erről nagyon alaposan tudunk beszélgetni, mert akkor az összes spirituális vonatkozását is meg tudtam volna beszélni, amit másokkal nem, vagy egyáltalán nem. Mert hát a spiritualitás az intimitások területére tartozik. Tehát akkor nem tudta senkivel megbeszélni soha? Hát részlegesen. De igazán nem. Annyira elementáris volt akkor a közlési vágyam, hogy nem tudott elzárkózni, és mint egy jó pszichológus, jó gyerek pszichológus, ezt nem is tehette volna meg, de nem volt oly résztvevő, mint amilyennek elvileg kellett volna lennie. Mésző Miklós, egy tájba lépek ki. Egy tájba lépek ki, ahová a másik nem követhet. De azért még változatlanul itt vagyok köztetek. Sőt, még csak most kezdődik minden. A Farkasréti temetőben van a Mésző Miklós sírja, amiről hosszan írja az Allen, hogy milyen kőből csinálták, és hogy hogyan építették ott azt föl. Egyébként nem messze van anyám sírja, tehát mindig elmegyek ott. És ugye az van fölírva a sír, hogy még csak most kezdődik minden. Most nem azt akarom kihozni, mert gondolta a költő, de hogy az, amit most itt így úgy átbeszéltünk, ilyen kötelezők röviden alapon, és mindenki olvassa el a saját halált, vagy hallgassa meg a beszélgetést, ami Jancsik Zsófiával, vagy a nincs, Polcelen könyvei. Vagy a Polcelen, vagy a Nincs Födém, Nincs Mennyezet könyvet. Szóval, hogy mi az a minden, ami... Hát az az univerzális. Az az univerzális. Amiben az emberbe van kötve. Amiből a univerzalitással foglalkozó tudományok, tehát a teológia, a csillagászat, az ásványtan, ezek a tudományok nagyon sokat tudnak, nagyon nagy a tárgyi tudásuk, az Allen is azért foglalkozott a tárgyakkal olyan mértéktelenül, hogy ne kelljen a spirituális vonatkozásokkal foglalkoznia, mert a tudománya, a pszichológia odáig nem ér el, hanem annak a határainál belát, de nem tud lépéseket tenni, nem tud méréseket tenni, nem tudja tárgyiasítani azt, amit lát. Egyetlen pszichi, egyetlen ember lelki
működése láttán is látja, vagy látnia kell, vagy látnia illik. Valami ilyesmire utalhat a Mészöly Miklós sírfelirata. De hát még a hamvakkal is megpróbált a tárgyak nevében operálni, mert egy kicsit ide szórt, egy kicsit oda szórt, egy kicsit hagyott a farkasréti temetőben. Hát állam is több helyen van szétszórva. Ő is ide van szórva, oda meg nem tudom még hova. Engem ezek a dolgok, engem inkább az abstrakció érdekel. A tárgyias az engem nem érdekel. A holttest komposztálás érdekel? Nem, ezek olyan manipulációk, amelyek csinálhatók, persze, mindenféle csinálható, földbe temethető, komposztálható, hamvasítható, elszórható, urnába tehető, de hát ezek a végességnek a cselekvései, vagy a végességnek a gondolatai, és nem az univerzálisnak a gondolata. Neked mindegy, hogy mi lesz veled? Nem egészen, mindegynek kéne lennie, de nem egészen. Én a testamentumom szerint a szétszóratás mellett döntöttem, és az ismeretlen helyen való szétszóratás, tehát jeltelenség mellett döntöttem. Úgy aztán a hozzátartozóim vagy utódaim ezt hajlandók végrehajtani, vagy nem, az egy másik kérdés, de olyan nagyon nem foglalkoztat, vagy nagyon nem érdekel, de mindesetre nem szeretnék egy megjelölt sírba pihenni, ahova... Zarándokok jönnek, mint Jim Morrison? Nem, ahol egyrészt zarándokok jönnek, és virágokat vagy köveket tesznek. Papírlapokat a regényeikről. Másrészt fölírják, hogy zsidó, rohadt zsidó, pusztulj el. Hát azt már fölírhatják. Hát már. Lebontják, kihantolják, berakják egy másik sírba, megint kihantolják, megint berakják. Tehát a nekrofiliának jobb nem áldozatául esni. Ezek milyen nekrofil rítusok, úgyhogy ennek nem szeretnék áldozatául esni, de hát ha ennek esek áldozatul, akkor ennek esek áldozatul állok elébe. Te Kossuth Díjas vagy, és ilyenkor az intézményrendszer szeret saját halottnak nyilvánítani. Ezt hogy fogod tudni kivédeni? Hát az, hogy bárki saját halottjának, vagy saját nem halottjának nyilvánítson, azt én nem tudom, és nem is akarom kivédeni, de nem fogok külön költségeket okozni neki, a honvasztással sem, úgyhogy minden a lehető, közjegyzőileg biztosítva minden a lehető legnagyobb rendben lesz. Eddig tartott most a Nincs rá szó, itt a 24.hu-n, de ígérjük, lesz még szavunk beszélni az élettől való búcsúzásról. A hospice intézmény rendszere évtizedekkel ezelőtt azért jött létre, hogy a nem gyógyítható, daganatos betegek fájdalmát csillapítsa, a méltóságukat az utolsó pillanatig segítse megőrizni, és a hozzátartozóknak lelki támogatást nyújtson. Teszi mindezt térítésmentesen, túlnyomó részt adományokból. Ha megérintett az adás és segítenél akár önkéntes munkával, akár támogatással, akár 1%-kal, akkor keresd a Magyar Hospice Alapítvány honlapját. www.hospiceház.hu